Ugorj a képbe! Úgy tűnik, belénk van kódolva, hogy az emberi arcok érdekeljenek bennünket. Már az újszülöttek is az arcmintázatokat nézik leghosszabb ideig. Egy arckép ráadásul sokkal több, mint az arc ábrázolása. A mai képelemzés erről a 16. századi férfi képmásról fog szólni. A képen minden egyes tárgy, minden egyes apró elem arra szolgál, hogy jellemezze az ábrázoltat. A festmény Hans Holbein műve, mégpedig az ifjabbé, ugyanis az édesapját is ugyanígy hívták, aki az idősebbik, tehát ez ifjabb Hans Holbein műve, Georg Giese kereskedő arcképe. Az ábrázolt vezeték nevének számos leírás módja létezik, Giese, vagy Giese, vagy Giese. Minden esetre a kép töltyfa táblára készült, életnagyságú olajkép. Első említése az Orléani herceg műgyűjteményének listájában szerepelt 1727-ben, aztán később több tulajdonosa lett, végül 1921-ben került a berlini állami képgyűjteménybe, amikor a Soli gyűjteményt megvásárolták. Bár mind a festő, mind a modellje német volt, ez a kép azonban Londonban készült. Ez volt az első olyan megrendelés, amit ifjabb Hans Holbein Londonban kapott második angliai tartózkodásakor. Tulajdonképpen úgy tűnik, hogy ezzel a művel kellett bebizonyítania, hogy festőileg mennyire rátermett, és ennek a képnek a sikere révén később számos további, de legalább 8 olyan megrendelést kapott, amelyet a Hanza Szövetség palotájának kereskedői adtak az ő számára. A Hanza Szövetség tagjai, a Hanza kolónia tagjai a Stíljárdon, a Temze mellett kereskedelmi központban működtek. A tengeri kereskedelem révén érkező áruk közvetlenül ide érkeztek, itt hatalmas raktárok is rendelkezésükre álltak. A hanzavárosi kereskedők itt Londonban egy szoros, zárt közösséget alkottak. A kép nem csak egy ember, hanem egy egész társadalmi réteg jellemvonásait ábrázolta. Bemutatta a kereskedők, elsősorban a nagy kereskedők felfelé ívelő társadalmi rangját. Ők már kiterjedt nemzetközi kapcsolatokat építettek, nagy távolságokból importáltak és távoli országokba exportáltak különböző árucikkeket. Az ember azt gondolná, hogy mindenki ilyen csodaszép és élethű portrét kívánna magáról. Vagy talán ez nem így van? Lehet, hogy jobban örülne valaki egy ilyennek? Vagy akár a 19. század stílusában készült portré tetszik inkább? Esetleg egy 19. század végi Van Gogh stílusú? Vagy a nagy festő Picasso stílusában készült portré? Azt hiszem, érdemes ezen elgondolkodni, hiszen egy nagyon jó önismereti gyakorlat az, hogyha megfogalmazzuk magunknak, hogy milyen képmásra vágynánk mi. Visszatérve Hans Holbein portréjához, abban a fantasztikus helyzetben vagyunk, hogy itt rá van írva a műre, hogy kit ábrázol. Ráadásul az évszám is rajta van, mégpedig itt a zöldre festett fa burkolatú belső térnek a fatábláján. Ez nyilvánvalóan ennek a nagykereskedőnek az irodája, aki a szoba sarkában két kis polc alatt ül. Ha közelebbről megnézzük ezt a képrészletet, akkor azt is láthatjuk, hogy a neve fölött egy jelmondat, egy latin nyelvű mondás is szerepel. Nulla sine merore voluptas, ami azt jelenti, hogy nincsen öröm bánat nélkül. Ez talán a kereskedő londoni helyzetére, foglalkozásának az átmeneti jellegére utal, talán a jegyesétől való
távolság az, ami ezt a bizonyos bánatot okozza, vagy a családjától való kényszerű távolmaradás, ezt sajnos nem tudjuk pontosan. A fába karcolt név bevésésen kívül egy fehér papírlapot is látunk, ami viszont mintha nem a falra, hanem magára a festményre lenne ráerősítve. Ez egy latin nyelvű felirat, aminek azonban az első szava görög betűkkel, görög nyelven íródott, és ennek a szövegnek az a fordítása, hogy ez a kép, amit itt látsz, Georg Gysze arcvonásait ábrázolja, a szeme pedig valóban ilyen, és az orcája is, 34 éves korában, az úr 1532. esztendejében. Az, hogy ez görögül és latinul van, ez nyilván a klasszikus műveltségre utal. Ebből egyébként az is kiderül, hogy az ábrázolt Georg Gysze pontosan egyidős volt, egykorú volt a festővel, és minthogyha ez a cédula egyfajta tanúbizonyság lenne, ami azt igazolja, hogy igenis ez az ábrázolás hiteles. A kereskedő egy levelet tart a kezében, aminek a feliratában szerepel a címzésben Anglia és London, illetve az is, hogy a bátyja írta neki. Ez a báty feltehetőleg Tiedemann Gysze, egy egyháztudós, aki később püspök lett. A falon további levelek sorakoznak, mindet Georg Gysze-nek címezték, ezek német nyelvűek, és utalnak a rendkívül kiterjedt kereskedelmi kapcsolataira. Az asztal egy drága, csomózott, anatóliai szőnyeggel van leborítva. Ez olyan gyakran fordul elő Holbein képein, hogy Holbein szőnyegnek is szokták nevezni. Az asztalon laza összevisszaságban toll, tintatartó, pecsétnyomó, olló, gyűrű, zsebóra, pénzelteli dobozka található, mind-mind az elfoglalt, fontos, gazdag üzletember attribútumai. Az óra nyilvánvalóan az idő múlására utal, és jelzi, hogy a nagykereskedő ideje nagyon értékes. A számos használati tárgy mellett egyetlen gyönyörű dísztárgy is található az asztalon, mégpedig egy velencei üvegváza, amelyben néhány száz szegfű, valamint rozmaring és bazsalikom látható. A szegfű az elköteleződés jele volt, ez utalhatott az eljegyzésre, elképzelhető, hogy Georg Gysze ekkor már eljegyezte azt a hölgyet, akit aztán pár év múlva, amikor hazatért Londonból, el is vett feleségül, de utalhat bármiféle hűséges kapcsolatra, akár a testvéri kapcsolatra is, vagy a családja iránti elköteleződésre. A vázában látható rozmaring a barátság és a megemlékezés jele, a bazsalikon pedig a betegségtől, járványtól való védelem jelképe volt. A polcokon könyvek és dobozkák, lelógatva pedig kulcsok, gyűrűk, pecsétnyomók, aranyműves mérleg és zsinórlabda is található. Ezt a labdát és az asztalon található egyik pecsétgyűrűt érdemes közelebbről is megnézni. A fiatal férfit fél alakban látjuk, fél profilban, felénk fordul, és várakozóan vizsgálódó a tekintete. Nagyon választékos öltözetet visel, felsőjének a csillogó selyem ujja, ami vörös színben pompázik, különösen feltűnő. Elegáns fekete barettkalap van a fején. Érdekes, hogy egy kard kristály markolata is látszódik a derekánál, ez azért nem volt jellemző a kereskedők viseletére. Lehet, hogy arra a nemesi címre utal, amelyet ő a lengyel királytól kapott. Biztos, hogy ő akarta, hogy ilyen jómódú, művelt, jó ízléssel bíró személynek mutassa őt ez a kép.
A férfi körül elhelyezkedő tárgyak egyfajta személyes ikonográfiát hoznak létre. Mind őt jellemzik, azt a munkát, amit végez, az ő személyiségét, az ő ízlését. És akkor itt jöhetne a második önismereti gyakorlat, hogyha el kéne azon gondolkodnunk, hogy minket vajon mely tárgyak jellemeznek igazán. Egyébként a mai napig megfigyelhető, hogy a közösségi médiában a profilképeinken nagyon gyakran veszünk a kezünkbe olyan tárgyat, vagy állunk olyan tárgy mellé, amelyek ugyanígy minket jellemeznek, vagy mondjuk társadalmi státusz szimbólumként működnek. Georg Giese egy gazdag és nagyon befolyásos danzigi kereskedő családnak volt az egyik sarja. Georg apja például a város polgármestere volt. Ő maga 1497-ben született, és 1562-ben halt meg. 1519-ben kapott a lengyel királytól nemesi címet. Londonba letelepedett nagykereskedő volt, itteni irodáját legalább 12 évig működtette. Aztán 1535 körül visszatért Danzigba, ekkor meg is nősült, egy nagyon gazdag danzigi kereskedő lányát, Christine Krügert vette el, és összesen 10 gyermekük született. A kép festője, ifjabb Hans Holbein, Augsburgban született, és első tanára természetesen az apja, idősebb Hans Holbein volt. Őt tartják a reformáció korának egyik legjelentősebb német festőjének. Bár ma főleg arcképfestőként ismerjük, tudjuk azt is, hogy az életművében, főleg a korai időszakban nagyon fontos szerepet játszottak a grafikák, számos metszetet és könyv illusztrációt is készített. Voltak egyházi megrendelései is. Életének az első nagyobb szakaszát Bázelben töltötte, és itt mind a várostól, mind a polgároktól számos megrendelést kapott. Egyébként az első jelentős portré megrendelését éppen Bázel polgármesterétől kapta. Később azonban 1531-től Angliában telepedett le, itt a királyi udvarnak lett az udvari festője, elképesztő mennyiségű portrét készített, és végül itt is halt meg, vagy Pestisben, vagy valamilyen fertőzésben, viszonylag fiatalon. A festőről megemlékezik Karel van Mander, a német és németalföldi festők életrajzait egybegyűjtő szerző is. Nem minden adat a helytálló, de néhány nagyon érdekes anekdotát is elmesél. Az egyik például erről a nevezetes portréról szól, ami rotterdami Erasmust ábrázolja, és erről Mórusz Tamás állítólag azt mondta, hogy ő úgy találja, hogy ez valóban hasonlít Erasmusra, nem úgy, mint Dürer metszete, pedig hát azért azt tudjuk, hogy Dürer is elég jó arcképfestő volt. Egyébként Hans Holbeinnek ez a képe, amit Erasmusról készített, jelentette a belépőt Angliába, és Mórusz Tamás után hát egyenesen 8. Henrik udvarához került. A király portréját többször is megfestette Holbein, és a másik anekdota éppen vele kapcsolatos. Volt ugyanis egy angol gróf, aki állandóan zaklatta a festőt, hogy fessen neki képet, és hiába kérte udvariasan egy ideig, hogy hagyja már őt békén, újra és újra betört a műhelyébe. Végül Holbein elvesztve türelmét, lelökte a lépcsőn ezt a bizonyos grófot, aki a királyhoz ment panaszra. A király azonban a következőt mondta neki. Én mondom neked, gróf, hogyha kedvem úgy tartja, 7 parasztból 7 grófot tudok csinálni. De 7 grófból se egyetlen ilyen kiváló művészt, mint Holbein. Holbein portréi még ma is lélegzetelállítóak, pedig a látvány reprodukciójának technikai lehetőségei ma már nagyságrendekkel változatosabbak, van 3D mozi, van hologram, és mégis elámulunk ezeken az arcképeken.
Elképzelhetjük, hogy a 16. századi látás számára ezek valóságos csodák, varázslatok voltak. Nyilvánvalóan nem egyszerű pillanatképek ezek, hiszen eleve a modellnek hosszabb ideig kellett ülnie, hanem az egész életét, státuszát, érzelemvilágát, műveltségét is ábrázolni szerette volna. Amikor a szemünkbe néz egy ilyen portré, olyan, mintha a múltból tekintene ránk valaki. A generációkat és az évszázadokat kötik össze ezek az arcképek. Engem mindig szíven üt, amikor az emberiség rég elhunyt tagjaival kapcsolódik össze a tekintetem. Ugyanúgy voltak szomorúságaik és büszkeségeik, mint nekünk, és mi is ugyanúgy elmúlunk, ahogy ők. Ugorj a képbe! Ha elmerülsz, kincsekre lelhetsz. Köszönöm, hogy végignézted a videómat. Nézd meg a többi elemzést is, egyik sem hosszabb 20 percnél. Kommentelj, írj nekem e-mailt. Volt már olyan videó, amit kifejezetten nézői kérésre készítettem el. És iratkozz fel!